Nem arról van szó, hogy mindenkinek kiválónak kell lenni, de egy biztos, annak a hétnek makulátlan kiválóságúnak kell lenni. Most egy nép, egy 15 milliós nép, most induljunk ki, nem igaz, hogy ne legyen hét ember. Tehát olyan nincsen. Ha pedig nincs, akkor inkább imádkozzunk, hogy legyen és ne keseregjünk. Hát 15 millió a héthez, 7 a 15 millióhoz. Tehát lehetetlen, hogy egy ilyen nagyságrendből, csak mi a helyzet? Nem találják meg egymást. Nem tudnak róla esetleg. Saját maga sem tudja esetleg, hogy milyen képességek szunnyadnak benne. Tehát még a hetes kérdéshez vissza kell menni, mert nagyon előre rohantunk a Álmos születésének útvonalán haladva. Most egy kicsit visszalépünk még az ősi keleti tartományok felé. A hét fejedelmi személy nem dolgában előkelő, mármint nemzetség származás, hadban hatalmas, hűségben álhatatos férfiú volt. Magyarul megvesztegethetetlenek, tehát hűségben álhatatos férfiú volt. Mi a legkevesebb, sok mindenből a legkevesebb van ma a világban, de leginkább miből? A hűségből. Sok mindenből, de még egy apróság. Hát ha én valamit el akarok érni, akkor ez bizony azt jelenti, hogy az ügyhöz ragaszkodni kell. Tehát olyan nincs, hogy menet közben azt mondom, hogy. Tehát vagy legyek biztos abban, hogy meg tudjuk csinálni, hogy tiszta az ügy, és a legnagyobb problémát igazából az én véleményem szerint az okozza, hogy a tiszta ügyek nagyságrendjét nem tudjuk a hétköznapi hitvány dolgoktól megkülönböztetni. Tehát úgy összemosódnak. Jelentéktelen úgy tűnik, mintha jelentős lenne, a jelentős pedig olyan jelentéktelennek tűnik. Hát nem. A jelentéktelen jelentéktelen, a jelentős pedig jelentős kell, hogy maradjon. És éppen ezért, hogy mert szó volt arról, végül is nem sokat tévedtünk akkor, amikor ritmust választottunk, mert felmerül a kérdés az, hogy mi ez a hallatlan nagy összetartó erő, ami nem engedte ezt a hetes szerveződési rendet menet közben mondjuk felbomlani, szétporladni vagy kifulladni. Hát mindenki tudja, hogy miről van szó. Egy szertartásról. Ennek a szertartásnak tulajdonképpen mi a legfontosabb eszközlője? A vér. Na ez a vérszerződés. És ezt pedig megint szó szerint idézem. A fent említett férfiak mindegyike álmos vezérért pogány szokás szerint. Na most a mai kukorékolóknak, hurrogóknak és ilyen pogány elleneseknek, vagy nem tudom kiknek, azért nem ártana valamit tudni. Nem lenne keresztény Magyarország, ha ez a vérszerződés nem lett volna. És itt külön hangsúlyozó, hogy pogány szokás szerint. Pogány szokás szerint. Ez nem azt jelenti, hogy nem keresztény, hanem azt jelenti, hogy nép, nemzeti szinten. És nem azt jelenti, hogy a hét fejedelmi személy, ha vérszerződést köt, ez hét különböző népből származik. Mert vannak ilyenek, az azért kellett vérszerződés. Igen? És akkor Tokeiktónak, Unkásszal miért kell vérszerződést kötni? Vagy két szkítának, szkíta barátságra gondoljunk. Nem azért, mert más nép gyermekei, van arra is példa. Tehát a vérszerződés az végeredményben kötődhet egy nép köréből kikerült két jó barát köt vérszerződést egymással, és tényleg lehet az, hogy mondjuk két népnek a gyermeke vérszerződéssel pecs. Mindenre van példa. De egy biztos, mert a hét fejedelmi szemét hét magyarnak hívják, és ez töretlenül így nevezik, tehát olyan elő nem fordulhat, hogy az egyik nem magyar, a másik más nép, a harmadik pedig más nép, és ezért kellett vérszerződést kötniük. Hanem azért, mert saját vérét egy edénybe csorgatta, és esküjét ezzel szentesítette. Ez minden fordításban is így van. Tehát pogány szertartás, és az esküt mi szentesíti? A vér.
a szertartás pogány, a vér a miénk, és az eredmény a szentesítés. És akkor megint látom, hogy egy kis vércsordulat, és pogányság és kereszténység tulajdonképpen egy edénybe megfér egymással. Na, ha idáig eljutottunk, még folytatjuk. És pogányok voltak, megerősíti, nincs mese. De azt a hitet, amelyet akkor egymás közt esküjükre tettek, mind halálukig megtartották. Tehát vérszerződés hitet is jelent, összetartozást is jelent. És egy hetes rendszer vonatkozásában hát ki lehet találni, hogy 7 különböző tulajdonságot egy vérárammal kell összekötni. Tehát mire emlékeztet ez? Szinte egy szerves szervezet képére. Tehát van 7 különböző személyem, átvitt értelemben van 7 erőközpontom, van 7 bolygó tulajdonságom, és ezt egyetlen egy energia áramlással kell egybe kötni. Megszakíthatatlan, összetartozó egységbe kell olvasztani. És onnantól kezdve nem lesz kérdés, hogy mindannyiunkat ugyanaz az erő fogja, hogy úgy mondjam, működtetni. Tehát valamiben, és épp a cél vonatkozásában teljes közösséget tudunk egymással vállalni. Na, ezek után megérkeznek a szorosokig, a Kárpátok kereti kapuiról van szó. A hivatalos leírásban, mármint Anonymus leírásában bejönnek a Kárpát-medencébe, az első állomáshely az Munkácsváránál van. És megint jön egy nagyon szép jelzés, hogy Munkácsvárának neve mitől származik. Mert nagy munka, nagy fáradtság volt, még idáig eljutottak, ezért azt a helyet már Attila király országában, ahol először megpihentek, erről a nagy munkáról Munkácsvárának nevezték el. És azért Munkácsvár, és itt érzi az ember. Hát Munkácsvára, gondoljuk végig, a magyar történelemben hányszor játszik kulcsfontosságú szerepet. Hát legalább Zrínyi Ilonára érdemes, és Rákóczi Ferencre visszagondolni. De van előtte is, és van utána is szerepe. Hát amikor a magyar szent koronát a napóleoni hadak elől menekítik, akkor az egyik állomás helye éppen Munkácsvára. Tehát lehet érzékelni, hogy itt mindig többről van szó. Tehát az, hogy egy pont miért erősödik fel. És egy dolgot nem lehet elkerülni, a munkásságot. Most olyan értelemben, hogy az embernek has alkos gyarapíts. Tehát munkálkodnia kell az üdvösségen azon. Tehát tétlenségből nem lesznek nagy eredmények. Utána pedig már Munkácsvárában vannak, megint mennek tovább, és Hungvárához érkeznek. Most jön Hungvára. És itt is szól a szöveg. Álmos vezér és övéi bevonulva Hungvárába a halhatatlan isteneknek nagy áldozatokat mutattak be. Hát gondolom, fölfigyeltünk valamire. Nem téves is isteneknek, tehát olyanoknak, bálványoknak, hanem halhatatlan isteneknek. Na most próbáljuk meg a pogány, vagyis inkább a keresztény, nem keresztény eszmekör vonatkozásában vizsgálni a helyzetet. Nem nagyon kell, mert ugyanazt fogja jelenteni. Ha valami halhatatlan vagy valaki, akkor halhatatlan Jézus születése előtt is, földi születése előtt is, halhatatlan Jézus földi születése utána is. Halhatatlan Szent István előtt is, halhatatlan Szent István után is. Miért? Mert halhatatlan. Tehát a léte nem történelmi időhöz, nem földtörténeti korszakokhoz kötődik, tehát van egy egyetemes, örökké valóságra mutató tartománya. A másik kérdés, a többes számmal mit kezdünk?
sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Egységben általában hármasságot tartanak számon. Melyik ez a hármasság? Jelen esetben a külön hangsúlyozta, hogy Álmos vezetője a Szentlélek, Árpád vezetője a mindenség istene. Hát akkor nyilván, hát ha Álmos a Szentlélek felé, van lelkének egy ugyanannak az isteni tulajdonságnak a világáról van szó. Szóval hát ez egy, csak kibontottan hármasságban mutatkozik meg. Árpádnak pedig hát a teremtő felé. Na most Szent Háromságot nyilván úgy fogja megfogalmazni, hogy többes számba fogja tenni, hogyha istenekről beszél. Arhaikus népi imádságokban igen gyakran lehet találkozni olyannal, hogy például Szent Lélek Világ Úristen. Most ki ez a Szent Lélek Világ Úristen? Kimondani is gyönyörűséges egyébként. Hát ez maga a Szent Lélek. Na de benne van az Isten is. Benne van az Úr is. És ki az Úr? Tehát amikor így van hangsúlyosan, hogy Úr, akkor nem a Teremtőről beszélnek, nem is a lélekről, a Szent Lélekről. Az Úr 677. esztendejében. A magyarok másodszor is bevonultak Pannóniába. Na most ki az Úr, akinek 677. esztendejét nyilván az ő születésétől számoljuk? Ez maga Jézus. Na, tehát ez már egy kicsit túl van. De beszélve viszont, ilyenkor a szövegben bizonyos szertartási mozzanatok magyarul vannak leírva. És valószínűleg azért, mert a latin nyelv, amennyire terebélye, szerteágazó, sok mindenre alkalmas, de azért a magyar gondolkozásmód visszaadására nem alkalmas. Ez kétségtelen tény. Ezt általában el is szokták mondani, hogyha például latin nyelvű krónikát olvasunk, akkor ezt kiváló latinosok mondják el, hogy üvölt, vagy suttog, vagy éppen hangoskodik a hungarizmusoktól. Ez pedig mit jelent? Az, hogy tel is tele van olyan megoldásokkal, amelyek azt jelentik, hogy bár latinul írja, de magyarul gondolkozik. Tehát ennyit jelent. Tehát ez nem a latin az elsődleges nyelv ebben az esetben, mert ez nagyon fontos dolog ebből a szempontból, hanem a magyar. Tehát magyarról fordítja le latinra, és mostanában latinról fordítják magyarra, csak nem abból indulnak ki, amiből ki kellene indulni, hogy nem a latin az elsődleges nyelv, hanem a magyar. És ezért van ennyi félrefordítás, ami sajnos tetten érhető ezekben a művekben. Viszont Anonymus nagyon érdekes módon gondolkodik, mert azt mondja, hogy vannak olyan szavak, amelyek latin nyelvben visszaadhatatlanok. És nem fogjuk elhinni. Amikor leírja azt, hogy nagy áldomás, így, hogy nagy áldomás, akkor latinul leírja azt, hogy magnus, tehát nagy. Az áldomást viszont magyarul írja le. Tehát így áll, tehát így írják le. Áldomás, tehát így írja le. Tehát ez mit jelent? A magyar vallási nyelvezet ma is tel is tele van olyan szavakkal, amelyeket gyakorlatilag se átvenni nem lehetett, mert nincs benne, mondjuk a latin nyelvben, és ugyanakkor pedig azok a szertartás típusok pedig teljesen ismeretlenek. És az, hogy én megáldok valakit, vagy valaki megáld valakit, tehát áldomás. Hát lehet érzékelni, hát itt az áldomásban, mint szertartásban nyilván egy áldás, Isten áldását fogják kérni. És Isten áldását kik kérik? Hát Álmos fejedelem idejében vagyunk. Tehát magának, az istenségnek való kapcsolatfelvételnek az eszközlő szertartása, tehát az, hogy az ő áldását elnyerjük. Miért kell ennyi? Beléptünk a Kárpát-medencébe, most jön az utolsó felvonás. Már itthon vagyunk, már kapun belül vagyunk.
De hogy amiért jöttünk, az teljes áldás legyen a művünkön, a munkánkon, a feladatunkon. Na most azt egy szertartással kell végrehajtani. És nem fogjuk elhinni, de tényleg így van. Ez az utolsó pont, legalábbis a képbe a Anonymous munkájában, amikor Álmos nevét még leírja. Onnantól kezdve Árpád veszi át az irányítást. Tehát Hungvárában vagyunk, halhatatlan isteneknek nagy áldozatot mutatnak be a honba visszaérkező magyar fejedelmek és vezérek, és Álmos neve többet nem hangzik el. Mire lehet gyanakodni? Hát itt a legnagyobb áldozatot kimutatja be. Maga Álmos. Tehát végeredményben itt van az az elképesztő lebegtetett, mert lebegteti a történelemtudomány, nem lebegteti, az valamit el akar érni. Mi történt Álmos fejedelemmel? Mert majdnem minden krónika változatunk elmondja, hogy nem jön be az ország belsejébe. Nem megy be. Nem is ez volt, úgy tűnik, a feladata. Tehát az ő feladata mi volt? Úttalan utakon, veszélyeken, országokon. Tehát álomban előre menve, álomban vezérként, állandó elől járóként egy népet az egyik helyről átvinni a másik helyre. Ez volt az ő igazi feladat, és küldetését beteljesítette, és a Kárpát-medencében viszont a megszervezés szintjén, minden területnek visszafoglalása szintjén, kié lesz a főszerep? A fiának adja át ezt a fajta méltóságot. És a képes krónika egyébként az új fordítás egy-két dolgot Pap Gábor biztatására és szakavatott figyelmeztetésére már tisztázott. A képes krónikában az szerepel, tehát most átülünk egy másik lóra, váltott lovakon megyünk, Erdélyben van a hon visszafoglaló magyarság, és hát most tartalmi idézetet adok, úgymond Álmost Erdélyben megölték, mert nem mehetett be Pannóniába. Így. És hát gondolom mindenkinek úgy beugrik, hogy miért kellett volna megölni, vagy ki ölte meg, vagy egyáltalán mi az, hogy nem mehetett be Pannóniába. Annyira beült ez a fajta fordítás, hogy például a század elején mondjuk egy Rohem Géza és mások szabályos történeteket alakítottak ki arról, hogy tulajdonképpen ez milyen nemzetközi vándor motívum és toposz, tehát egyfajta ilyen motívum, ami beépült, valahonnan felvették útközben, mert mind tudjuk, és akkor jön a szöveg, hogy ilyen alkalom akkor a vezető az nem mehet be az ígéret földjére. És már is Mózes példájánál vagyunk, és akkor jönnek a nagyon szép kultúrtörténeti fejtegetések. És majdnem jó lenne, és akkor lehet érteni, már ebben is egy kicsit olyan kicsit internacionalista utat járunk be, semmi sajátosság, semmi jellegzetesség, és hát tulajdonképpen Álmost úgy megölték. És hát ennek megvan a nemzetközi folklór világban, megvan ezerféle párhuzama. Egyet elfelejtünk, az, hogy már belül vagyunk. Világos? Tehát Erdéllyel mindenestől Kárpát-medencén belül vagyunk. Tehát ez a nemzetközi vándormotívum, toposz Kárpát-medencén kívül marad. Tehát Álmos esetére nem alkalmazható. Miért? Mert nem a keleti Kárpátoktól kívül található, mondjuk nem nagyon van, de képzeljük-e, van egy hegyvonulat, és onnan néz be a Kárpátok felé, és látja, hanem már rég bent van. Tehát bejött a Kárpát-medencébe. És ezt Attila király örökségeként, országaként, ezt bejön. Tehát vitán felülálló tételről van szó. És hát itt figyelmeztetett Pap Gábor, hogy meg kellene már nézni az eredeti latin szöveget. Mert ez elképzel, vagy jó, el lehet képzelni, mindent el lehet képzelni, de
Tehát semmilyen hagyomány nem erősíti meg azt, hogy mondjuk álmost legyilkolták, meggyilkolták volna. Mert nem meheted be, közben bent van. És kiderül, hogy az a szó, ami ott szerepel, az occisus est, ez nem azt jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy meggyilkolták, hanem a következőket jelenti, szó szerinti idézet, occido igéből származik. Nem fogjuk elhinni. Naplemente. Hát nem szoktunk látni égtájtérképet. Occido. Hát az jelenti a sötétebb. Hát az nem kell ezt magyarázni. Hát nem gyilkoltak meg egyik égtájon se, egyik tájat se. Hát ennek megvan a maga jelentése. Napszentülése. Ember elhunyta. Elszenderülése. Az élet megszakadása. És hogy lett ebből álmos meggyilkolták? Hát mert nagyon magyar barát a hivatalos magyarországi történetírás és fordítói világ. És az a tragédia, hogy gondoljuk végig, hogyha a 21. században, azt hiszem 2003-ban jelent meg a Képes Krónikának ez az új hasonlás kiadása a kísérő tanulmányokkal. 2003-ban, hogyha jól emlékszem, ha ez nem jelenik meg, és ez sem ment át a köztudatba, ugyanúgy, amióta fordítanak Képes Krónikát, hiába nem azt jelenti a szó, így fogják fordítani. Meggyilkolták. Milyen? Mert hát ilyenek. Feláldozták. Sok toposzt olvasgattak, sok volt a folklórhatás, folklórélmény. Hát ekkora úton rengeteg kereskedő viszi a vándor motívumokat, egy vándor motívum megtetszett, szakrális áldozat, és kész. És itt lehet érzékelni, hogy valami az eredeti magyar nyelvű, magyarul gondolkodó hagyományvilágban valami gyönyörű, tömörségű költői képpel lehet számolni, amit megint csak a latin nyelven nem lehet visszaadni. Mert ha az álmus azt is jelenti latinul, hogy szent, ugyanakkor pedig napszentület magyar nyelvben, tehát a nap végét, a nap nyugtát, a nap lementét napszentületnek, vagy áldozta, leáldozott. És akkor azt mondja, leáldozott a napja, hát akkor ez nem azt jelenti, hogy ott lemegy a nap, én meg itt vagyok, ez lehet így is, hanem az én életemben jelenlévő napok, amelyek az én életkoromat alkotják, leáldozott. Magyarul eljött az életnek a vége. És amikor a napszentület idején járunk, eleve elszenderülés. Szenderülés. Hogy hívják őt? Álmos. Hát amikor lemegy a nap, minek jön el az ideje? Az álomnak. Tehát szó szerint történik egy szentülés álmos fejedelemnek, amit nyilvánvaló módon magyarul gyönyörű, sűrű költői képben két-három szóval el lehetett mondani, és amikor ő le akarja latinra fordítani, akkor nézi, mint a naplementét, hogy na most ebből hogy lehet jól kijönni. De jól kijön miért? Mert nem azt jelenti, hogy meggyilkoltak valakit, hanem legfeljebb annyit jelent, hogy egy emberi élet vége, leáldozott a napja. És hát, ha csak egy-két ilyen lenne mondjuk, de hát gondolom érzékét hemzsegnek ezek a fordító ferdítések. És érdekes módon, ha két variáció közül mondjuk egy szójelentés, aminek van felfele mutató és van egy kicsit lefele mutató kapcsolódása, nem fogjuk elhinni, hogy kettő közül tendenciózusan melyik fordítási lehetőséget választják. Soha nem azt, ami építés felfele visz, hanem mindig egy dehonestáló árnyalatot, mondjuk hatodik jelentés szintjén inkább. Na most ez juttatott bennünket ide. Mert ma egy ember olvassa a krónikákat, mondjuk egy ilyen alkalom után, és másnap jön, hogy hát annyi rémség van abba a krónikában, hát ezekből egy sem szerepel, ami itt el, akkor ez most hogy van? Tehát az egészre rányomja a bélyegét egy hamis történelmi szemlélet. Milyen lesz az íze, milyen lesz az amata, keserű. Tehát valahogy újra, meg a neklektikus.
Itt jó, ott meg rossz, ott rossz, itt meg jó. Tehát nem lesz egyenletes a szöveg. Na most a legutolsó tétel, mert itt azért be fogom fejezni, mert az idő az nagyon elment, aztán a végén majd meg fogjuk gyorsítani. Az egy nagyon érdekes pillanat, ugyanis innentől kezdve, Hung Várábtól kezdve vitathatatlanul Árpádé a főszerep. És gondolom érzékeljük ezt a zseniál, nem is tudom, hogy oldotta meg. Hogy észre sem veszem, csak az ember elolvasta mondjuk a Gesta Hungarorumot, és olyan természetesen megy át Árpád történetébe Álmos története, hogy észre sem veszem, hogy Álmosnak már nyoma nincs. Nem is hiányolja az ember, mert közben lehet érzékeny, nyilván Árpáddal ott van. Tehát elképesztő finom váltás történik. Ez tényleg zseniális dramaturgia, vagy nyomvonal vezetés. Na de most jön Árpád. És hát benyújtja tulajdonképpen, és hát ezért nem szeretik nagyon Árpádot. Miért? Mert Kárpát-medencét ízekre, darabokra próbálták szétszedni, és Árpád vezér megérkezik. Tehát itt lehet érzékelni, hogy itt számukra itt valami nem úgy fog majd alakulni, ahogy az egyik a bizánci császártól, bulgár uralkodótól, a másik a nagy karoling származéktól, tehát mindenki hivatkozik itt már bent a Kárpát-medencébe egy külső hatalomra, hogy hát ő védelmez engem, meg ő. Hát csak nem tudják, hogy aki viszont ide bejön, hát majd egy bizánc, amik után bejött Árpád. Hát ezt nyilván lehet szebben is mondani, de a tény az tény. Bizánci császár gyakorlatilag Géza fejedelem idejéig a magyar fejedelmek adófizetője. Ennyi. És akkor hogy gondolja bárki azt, hogy majd egy Porfőről Genitoszt majd szépen, pontosan, jól fog a magyarokról írni? Hát egyszerűen számára elképzelhetetlen, hogy a rómaiak császára, mert Bizáncot Rómának tekintik, Rómának vallják, Rómának írják, Basileus Romaion, ez nem azt jelenti, hogy bizánci császár, ez a rómaiak császára. Mi mondjuk, hogy bizánci? Ugyanaz az összes többi jelenség ide is érvényes. Beszélünk egy olyan történelemről, ami nem azokon a neveken futott le. Hát bármikor lehet hamisítani, mert nincs mögötte valóságos jelentéstartomány. És egyetemi katedrát adnak, bizánci művészet. Nincs Bizánc, római birodalom van. Kelet-római birodalom, ezzel a megkötéssel lehet alkalmazni. Olyannyira, hogy a római, Romaion Basileus, tehát a rómaiak császára, nem egyszer, amikor követ jár Konstantinápolyban, elmondja, Rómában, tehát abban a Rómában, csak a csőcselék maradt, amikor római patréciusok és a római birodalom irányítói Konstantinápolyba, Konstantin császárral az élen áttették a székhelyüket. És magukat terelgették a római birodalom jogfolytonos folytatóinak. Tehát innen volt aztán a nagy nézeteltérés, hogy ott a római pápa, itt pedig a római császár. Ráadásul római pápa mellett már a német római császár is a római császárságot. Tehát elkezdenek aztán, nem azt mondom, hogy a koncon, de majdnem, hogy most kit illet jogszerűen az, hogy ki a római. Tehát visszakanyarodva Árpád vezér kezébe kerül most már az irányítás, és hát itt megint jön a szakralitás. Mert emlékezzünk arra, hogy bár a második bejövetelről van szó, de mi mindig a harmadikról próbálunk meg, hogy úgy mondjam, valamilyen úton, módon előrejelzéseket eszközölni. Itt a másodiknál érthetetlenek Árpád szavai, gesztusai, tettei és figyelmeztetései, és próbálja, amikor megpróbálja a belső ellenfeleket. Most viszont már értem. Ugyanis Árpád vezér képes krónikában is, Anonymusnál is, az itt lévő fejedelmekhez, amikor követet küld, elküld vagy egy korsót, vagy egy kulacsot is. Hogy töltsék meg a korsót, két korsót Dunavízzel, kulacsot Dunavízzel.
hogy megízleljem, hogy vajon milyen minőségű ez a víz. Na most ízleld meg, Árpád vezér. Magyarul, hogy mit tettek az anyaföldel, a folyókkal, a világgal, amíg nem volt itthon a házi úr, a gazda. Hát az evangéliumok tele vannak azokkal a példázatokkal, amelyek nagyon ideillenek. Elmegy az úr, a vetés, a szöllő szabadon marad. És sokan azt hiszik, hogy nem jönnek vissza. És küldi az úr a követét, mondván, hogy jövök, mit tettetek, és akik illetéktelenül elkezdtek itt visszaélni a javadalmakkal, hát ezeket a követeket elkergetik. Az úr aztán már a tulajdon fiát küldi, azt pedig meggyilkolják. És végül így az úr maga tér vissza. És akkor aztán van sírás, rívás, fokaknak csikorgatása. Tehát kicsit hasonló a helyzet. De hangsúlyozom, életképi szinten. Akkor még hiába szabdalják szét a Kárpát-medencét, mai fogalmaink, hát az akkori szellemi tisztaság nyilván megérezte, hogy ez nem az íz. De ennek igazából most van jelentősége, és tovább megy. Itt van ez a kis tarisznya, ezt meg földdel. Tehát küldjön földet nekem, hogy megízleljem, hogy az itteni föld és a szkítiai földek között mi most a különbség. És jön a folytatás, itt van egy kis zsákocska vagy tarsoly, ebbe pedig tegyen zöld füvet, hogy megízleljem. És külön megbízza tarccal vezért, itt Hungvárába, hogy szépen menjen előre, és vizsgálja meg a föld alkalmas voltát. Tehát azért lehet érzékelni, ez nem akármilyen bejövettel, és gondolom érzékeljük, kezd egyre összetettebb lenni. Tehát ahhoz, hogy harmadszor visszajöjjön a hazában az, aki itt van, hát azért emlékezünk, milyen egyszerű tételekből indultunk ki, volt egy fiatalember, meg egy öreg ember. Aztán volt 7 vezér. Aztán egyre, hogy úgy mondjam, hierarchikus szinteken az egyszerűség elkezdett sokszerűségbe szerveződni, de az egyszerűségét, de az összetettségét továbbra is megőrizte. Ugyanis, és ezt erre többen figyelmeztettek, hogy van egy olyan lehetőség is, hogyha tisztességben, becsületben megőrizték, amit megszereztek, akkor lehet, hogy még meg is tarthatják. Mert ha rendeltetésszerűen, tehát mindegy, hogy magyar vagy nem magyar ebből a szempontból, ha rendeltetésszerűen művelte azt a területet, amelyet megkapott, akkor tulajdonképpen majdnem egy nyelven beszélünk. Tehát van miről beszélnünk. Tehát lehet, hogy Árpád vezér, kicsit átrendezve a helyzetet, de érdemei elismerését jelezve, megtartja annak a tartománynak az élén. Na de ellenkező esetben, amikor kiderül, hogy nem éltek vele, hanem visszaéltek, hát ott lesznek a nagy problémák. Mert viszont az élet megmaradásának szempontjából egy idő után a kútmérgezőket, az élet ellen munkálkodókat nyilván nem büntetni kell nekünk, de nem lehet felelős pozícióba meghagyni. Na ezt ma úgy mondanak, na látják, ez kirekesztés. Hát az ilyen kirekesztést. Hát még annyi mindent be lehetett volna itt vezetni, például már a kutyák összeházasításának szertartásait is. Hát milyen ökumenikus szemléletek. Hollandiában vannak ilyen szertartások. Tehát, hogy tűnő, hol van a pogányság? Hát nem pogány papok adnak össze kutyákat, és a többit nem is részletezem, meg azonos neműeket. Tehát ezek tényleg úgy az ember úgy csodálkozik, de hát megszoktuk így a 21. század elején, 20. század végéről kiindulva, szembe kell nézni ezekkel a dolgokkal.
De egy biztos, ha beljebb és az egészet működtetni akarja az emberiség javára, akkor bizony érzékenység az lehet, de az igazságnak kell érvényesülnie. És elküld három követet, az egyiket Ondnak, Ketelnek, vagyis a hármukat, Ond, Ketel, Tarccal hármasságot elküldi, Ondot és Ketelt Zalán, vagyis Salán fejedelemhez küldi a déli végek felé. Természetesen a küldetéssel, itt van a két korsó, küldjön nekem vizet, tiszta Dunavizet, na de gondolom érzékelünk valamit. Látok valakinek a kezében egy korsót vagy kettőt. Ez melyik évköri téridőegységet idézi meg? Egyetlen egy ilyen van. Így is ábrázolják. Kezében korsó van, kezében kanna van, kezében kanta van, és önti a vizet. Vízöntő, vízöntő. Hát halak világhónapban élünk. Most mi a halak világhónapnak a titka? Én még nem láttam, de tapasztalni lehet. Átömlik rajta a vízöntő. És aki nem tudja, hogy a halakon átömlik a vízöntő, általában kor ismeretre nem tud szert tenni. Tehát pont mindig a zavarokat nem fogja érzékelni, mi miért történik. Mert nem csak arról van szó, hogy egy világhónapot élünk a maga halak tulajdonságain belül, hanem az a helyzet, hogy az az állatövi jegy, ami a kis évben a halak előtt van, a nagy precessziós világévben pedig utána fog következni, mert ott fordított menetben vagyunk, ez maga a vízöntő, ez bizony, mint vízöntő, átömlik az előtte és mögötte lévő állatövi jegyen. Tehát átmegy a bakon, átmegy a vízöntő, a halakon. Mondjunk két példát, ami ezt a legegyszerűbb egyházi szertartások körében is vissza fogja igazolni. Vagy a keresztény hagyományon belül. Hát mikor van vízkereszt? Bak havában van, ember nem érti, három királyok napja. Mi az, hogy vízkereszt? Hát bak havában vagyunk. Hát a vízöntő majd a 21-e után indul, 22-e, 23-a, 24-e. Tehát január 24, ez lesz majd Szent Pálnak a napja, tehát a vízöntő tulajdonságokat ő indítja. Na de ez januárnak a, nem is tudom, 6-a. Hát gondoljuk végig, nyakig benne vagyunk a bakban. Aztán a másik pedig, most Jézus életpályájára gondoljunk, halak világhónap indul vele, és mégis pályafutásának kezdetén, amikor a tanítás útjára lép, elmegy valahova, valakit megkeres, pedig a hierarchikus viszony fordított, és megkeresztelkedik. Na most mit jelent ez a keresztelkedést? Ábrázolni is szokták. Leginkább ikonok ábrázolják a legszebben. Jézus benne van a Jordánban, és nem nyakik benne a vízben, hanem egy hullám, még egy hullám, még egy hullám, még egy hullám, még egy hullám. Tehát Jézus születésével indul a halak világhónap, keresztelésével pedig jelződik azt, hogy a halakon a vízöntő átömlik. És a kettőt egybe kell látni. Most gondoljuk végig ezt a helyzetet. Árpád vezér itt most ebben a, hogy úgy mondjam, világképen belül nem is kér olyan nagyot. Tudod-e, hogy mi a keresztség? Ismered-e ezt a jelenséget? Hát ha ismered, akkor hangsúlyozom, tudunk miről beszélni. Akkor nagyon, akkor tényleg van miről. Hát, ha nem, akkor itt tényleg problémák lesznek, és gondok lesznek. Na most ezért mondja üzenetként még azt is Árpád vezér, ami tényleg meghökkentő, és nincs az eredeti menetet, hogyha figyelembe vesszük, nincs észszerű magyarázat. Miért? Mert ők nagyon régi emberek itt a Kárpát-medencében.
örökséget jön átvenni. És mégis mit hangsúlyoz? Új emberek vagyunk, új emberek vagyunk, új ember. Honnan ismerős ez? Hát aki az új embert nem tudja magára ölteni, az üdvözül vagy nem üdvözül? Kapaszkodjunk meg, nem üdvözül. Tehát új ember. Nem ismerjük az evangéliumokat, kereszténység, ne nézzünk már ilyen kétségbe esetten. Tehát ezek nem arról van szó, hogy az ember kitalál dolgokat, hanem szokjunk hozzá egy keresztény korszakban egy krónikás megfogalmaz valamit, annak nem életképi jelentése van. Miért? Mert végig örömhírről van szó. Örömhírt vitték Árpád vezérhez. Örömhír vitt Árpád vezérhez. Mit jelent az örömhír? Evangélium. Azt jelenti jó hír, örömhír. Tehát az, hogy a magyarok visszajönnek Attila király örökségébe, az nem rossz hír, az örömhír. A mindennapi, hogy úgy mondjam, hírközlő szervek viszont garantáltan, pedig annyi öröm van ma is a világban, majd egyszer valaki hallgassa meg bármelyik napszakban bármelyik krónikát. Rossz hír hátán. Tehát ha még rá lehet tenni két katasztrófát a világ másik felén, ráteszi. Ha még egy kis vérömléssel meg lehet fűszerezni, ráteszi. Az, hogy aznap több gyerek született a világban, mint amennyit meggyilkoltak nagyvárosban, nem számít. A lényeg az, hogy éjjel-nappal csak ezt a rossz, fenyegető hírt rázódítani az emberre. És hogyha Jézus oldalán van, hát ez majdnem már ilyen teológiai vagy ilyen vallásos szövegnek tűnik, de egyelőre ne annak értékeljük, de mégiscsak így működik a világ. Hát ha Jézus oldalán jó hír van, örömhír van, akkor kinek az oldalán van a rossz hír? Hát az egyik a Krisztus, a másik Antikrisztus. És az Antikrisztusnál jelenik meg a Jelenések könyvében hamis próféta. Tehát éjjel-nappal mondja majd a szöveget. Na de milyen szöveget? Van is és nincs is. Tetteseket nem lehet felelősségre vonni. Hát azokat, akik nem lukasztanak mondjuk a buszon, azokat elkapják. 320 forint. Aki viszont 320 millió forintot csak úgy zsebrete, hát nem lehet elérni a tetteseket, meg nincsenek felelősök. Na most erről van szó, hogy vegyük észre, hogy végeredményben mivé fajulhat a világ, hogyha nincs a Kárpát-medencében szakrális kormányzat. Ez nem a Kárpát-medencének fog előbb-utóbb fájni, hanem az egész világ tragikus módon fogja megérezni. És Ond és Ketel elmennek szépen Salán vezérhez, felveszik vele a kapcsolatot, és jelzik, hogy hát az a helyzet, hogy Attila király utódja érkezett meg, de ezt nyilván tudja Salán is. Maga az üzenet is szép és jó, mert Árpád azt üzeni, hogy az én ősapámé Attila királyé volt ez a föld. És vedd észre, nincs hódítás, ez nem honfoglalás, hanem a jogos örökségünket vesszük vissza. Minden krónika külön hangsúlyozza. Igen ám, de ha csak Árpádtól indítom a Kárpát-medence történetét, ez nem jogos örökség visszavétele, hanem más népek rovására történő kegyetlen betörés. És hát gondolom tudjuk, környező országok saját történelmi víziójukat erre építik. Mire? A meghamisított magyar történelemre. És nekik sem tesz jót az, hogy ezeket a meghamisított történelmi dolgokat így átveszik. Ez megint az egész világ kárát tudja jelenteni. Mert az igazság végeredményben lehet, hogy egy darabig fáj, de az igazságban van egy csodálatos dolog. Nincs vesztese az igazságnak. Tehát szó nincs arról, hogyha mi megkapjuk a történelmi jussunkat, igazságunkat, az más népek rovására.
Az igazság mindenki számára igazság, az mindenkinek jó. Hangsúlyozom, az mindenkinek jó. Hát ha igazságban akar élni. És miközben elindulnak, hát tarccal megy a föld vizsgálat irányába, és keresek, de nem találok, de találok. Most tarccal nevét hogy írja a krónikában, vagy Anonymus a Gesta Hungarorumban, ez is tanulságos. Hát a T betű az rendben van. Na de utána nem A jön, hanem U jön. Utána jön egy R, utána jön egy Z, hát ez sziszegős. Tehát ez lehet S is, Z is, S is, távolról C és C. Tehát ne felejtsük el, hogy a latin ABC-ben nincsenek a magyar hangoknak megfelelő jelzés. Gondoljunk a csér jelzésére. Tehát TS-ből jutottunk el a CS-be adott esetben, és ez már új időben történt. Itt egy O jön, itt pedig egy L. Na most, gondolom sejtünk valamit. Persze, hogy azt mondom, hogy tarccal, de nem az van odaírva. Hanem még egy kicsit túr. Túr. Ez nem azt jelenti, hogy túrja a földet, hanem hát ez turul nemzetség. És ki az, aki meg fog szólalni? Tehát ez valakit megszólaltat. Turzol. Így kell kiejteni. Turzol. Akkor ki az, aki szól? Hát a turu szól. A turu szól. Tehát erről van szó. És azért döbbenetes a leírás, persze, hogy van tarccal nevezetűvel, miért ne lenne? Na, de igen ám, de Árpád elbocsájtja őt. Ugyanakkor pedig Ondés kettel, tarccalt, amikor külön válnak, visszabocsájtják. Na mit szoktak elbocsájtani? Tehát ilyen módon. Sólymot, erről van szó. Tehát minthogyha lehet érzékelni, hogy itt megint belépett egy sík. Persze, hogy tudom azt, hogy van tarccal bácsi, van lova, Onddal, Ketellel lovagolnak. Jó, ez az egyik jelentésik. Ugyanakkor pedig a küldetésének vonatkozásában neki meg kell vizsgálni a föld alkalmasságát. Milyen távlatból? Milyen távlatból? Hát a madár távlatból. Tehát magasra kell felmennie. Éppen ezért megérkeznek egy nagyon magas hegy mellett lovagolnak el, és a három úrnak, Ondnak, Ketelnek, Tarccalnak ez a magas hegy nagyon megtetszett, és itt a pályadíjért futtatnának, felvágtatnak a hegy tetejére. És mivel hát nyilván hát tarturzol. Hát a sólyom az nagyon gyors. Balassi Bálint verseiben jön elő az, hogy ráró szárnyú hamar lovak. Mit jelent a ráró szárny? A ráró az a kölyök sólyomnak a neve. Magyarul sólyom, szárnyú, tehát gyors lovak, ráró szárnyú, hamar lovak. Tehát nyilván turzol, akinek a nevében benne van ez az átkötési lehetőség, hogy milyen minőséget képvisel, ér fel a magas hegy tetejére leghamarabb. Aztán a három úr együtt van, körbe tekintenek, ameddig csak a szem ellát. Gyönyörű egyébként a leírás, és a következő mondat hangzik el, hogy körös körül körbe tekintenek, de ennél azért szebben kerül megfogalmazása, és kimondhatatlanul megszerették az egész hazát. És jön a következő jelentéstartomány, elmondhatatlanul megszerette, kimondhatatlanul megszerette. Végig vonul gyakorlatilag a 30-40 oldalas művön. Tehát jó, hogy jönnek, hon visszafoglalás, na de hogy foglalják vissza? Nem gyűlöletből és bosszúvágyból, hanem szeretetből. Tehát nem az lesz a vezérlő elf, hogy a betolakodókat kiverjük, hanem annyira megszereti a hazát, hogy ez a szeretet szinte már innentől kezdve magától fogja elrendezni a dolgokat. És ha
Ebben a szó összetételben szerepel, hogy kimondhatatlanul szerette, megszerette. Akkor ez mit jelent? Hát az, hogy nem kimondható módon. Tehát tudom, hogy olyan egyszerűnek tűnik a dolog, de egy biztos, ez belső ügy, ez misztérium. Tehát erről nem beszélünk, hanem olyan szinten éli át, de olyan szinten éli át, hát nem tudom, hogy volt-e életünkben, mindenkinek az életében azért van egyszer, kétszer olyan belső magasztos élmény, hogy minden megfogalmazható magyar nyelven, de abban a pillanatban nem tud megszólalni. Tehát az nem a szavaknak az ideje. Tehát ez a nem bírunk ki még. Jó, akkor én most befejezem, aztán majd folytatjuk. Most már nem szerelkezünk át, mert... Nem, majd innen folytatjuk. Csak ezt a mondatot befejezem. Tehát végeredményben teljesen mindegy, hogy rajta van vagy nincs. Rajta, tehát jön ez a kimondhatatlanul megszeretik, és az egész honvisszafoglalási útvonal első és utolsó fehér ló áldozatait történik. És megint a szöveg, pogány módra lovat áldoztak. Felmerül a kérdés. Arra gondolunk, hogy ez már szőrszál hasogatás, de tényleg nem az. Hát ha ennyire hangsúlyos, hogy pogány módra lovat áldoztak, akkor előbb-utóbb be kell ugrani valaminek. Miért? Lehet nem pogány módra is lovat áldozni? Hát bizony lehet. És az egész keresztény magyar középkornak mondjuk a temetkezési szertartásai, azok egyben lóáldozási szertartások is. Kevesen tudják, én is mostanában tudtam meg, csak azért, mert egy évvel ezelőtt elolvastam Bakai Kornélnak azt a könyvét, amit már nagyon régen olvastam. Csak hát azért jó néha jó könyveket újra és újra előszedni, mert hát az ember egész más szemmel olvas valamit 20 évvel korábban és 20 évvel későbben. És ott írja a következőket, amit viszont újabb kori műveiben én nem olvastam. Lehet, hogy írta, egy biztos én nem találkoztam vele, vagy pont azzal a tanulmányával, de itt szerepel. És ez a könyv, ez a 80-as évek elején jelenhetett, meg a leghivatalosabb történelmi kiadványok közepette, Államalapításunk kora címmel. Olyannyira régi időket, most ebből a szempontból idéző műről van szó, hogy ott még egy ideológia és eszmerendszer alapítóinak nevét is állandóan idézi. Ami azért meghökkentő, hogy 80-as években történészként még kötelező hivatkozni ilyen dolgokra. Hát azóta nem idézi, és szerencsére olyan a helyzet ebből a szempontból. Na de nem ez a lényeg. A lovas temetkezések mikor szűnnek meg a Kárpát-medencében? Szentül meg voltam győződve, természetesen Szent István szírelépésével. Na most, hagyd ne mutassam, itt most a sorsszimfónia taglejtése, az, ami megmutatkozna itt a mozgó jobbkéznek a szintjén, mert nem. Könyves Kálmán koráig töretlenül tart. Kérdés, miről beszélünk? Miről beszélünk? És azért gondoljuk végig, a legtöbb magyar hazafi ma oda jutott, hogy magyarságát azzal demonstrálja, hogy Szent Istvánt mószerolja. Megbetegedtünk. Tehát valami hihetetlen dolog, hogy egy Rákóczi csak Szent Istvánra hivatkozik, és magyar szabadságról beszél. Mai magyar hazafiak pedig csak Szent Istvánt ostorozzák mindenért, és alapvető dolgokkal nem vagyunk tisztában. Ugyanis temetni akkor is, mint ma is, akárki nem temethetett. Hát nyilván mindenki egy falu közösségen belül azért a szeretteit, ha úgy van, de mégis mindig volt egy szertartásos része. Na most ez mit jelent? Ha lóval temetkeznek, és részleges lovas temetkezés, tehát fel kell áldozni a lovat. Miért? Mert csak a fejét és csak a végtagjait temették el. A magyar sírokat erről lehet felismerni, nem teljes lóval temetkeztek. Tehát csak a szellemiség és csak a mozgékonyság. Szalmával tömték ki a bőrt. Miért?
Mert van egy út, egy túlvilági út, ami viszont az égbolton is megtalálható. A nyilas csillagkép miről nevezetes, földről nézve a tejút központ abba az irányba van. Tehát spirál galaxisunk központja abba az irányba van. A nyilas keleti váltó párja viszont a ló. Na most gondoljuk végig, milyen egyszerű képi üzenet. Tehát fej, szellemiség, végtagok, mozgékonyság. Szalmával tömi ki, miért? Mert haza fog vinni. Az utat viszont így hívják, hogy szalmás út. Tejút egyik neve. És a ló milyen irányba mutat? Nem perifériára mutat, nem valahova elmutat, hanem gyakorlatilag az egész, tehát sok száz milliárd napot, de 100 vagy 200 milliárd napot megszülő tejútrendszer belsejébe, központjába mutat a nyilas csillagkép, keleti váltópárja a fehér ló. Tehát az azt jelenti, hogy elképesztő teremtői energiák munkálkodnak, sűrűsödnek, kozmikus szinten is azon a tájon. És nincs égbolt atlasz mellékelve, nincs GPS oda mellékelve, számítógép program. Gondoljuk, ezt a keresetlenül őszinte, egyszerű, tisztességes jelölési rendszert. Hát aki nem ismeri, annak minden totemizmus lesz, minden bálványimádás lesz, és nem fogja megérteni, hogy a jelenések könyvében miért nyílik meg az ég. Na ezt még megérti. De ahol megnyílik az ég, ott Jézus Krisztus miért jelenik meg fehér ló hátán? És miért követik Jézust, aki fehér ló hátán jelenik meg? Fehér gyolcsba öltözött, fehér lovon ülő ifjak. Hát nyílni csak a nyilasnál tud megnyílni. És fehér ló. És akkor az ember úgy eltűnődik. Már a jelenések könyve se jó. Tehát azért gondoljuk végig. Hát annyi irányból, annyi módon jöhetne mondjuk a világ végén a világ megváltásának. Jöhetne Teveháton, jöhetne Moszkvicssal, jöhetne 254-esre, Boeing-gépen, jöhetne gyalog. Hát azért gondoljuk végig. Nem. Nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Ezt a világot teremtette a teremtő, és a természeti világ visszautal a teremtő virágra. Szóval ez a világ rendje. Tehát nem azt mondja, hogy lesznek jelek irodalmi toposzokban, hanem azt mondja, hogy lesznek jelek napban, holdban, csillagban. Hát ma minden szent beszéd vasárnapi prédikációval mondva, mondatlanul mitől fordítja el a híveket? A fénytől. A világosságtól. A naptól, a holdtól, a csillagtól. Hát az pogány babonaság. Vagy tudósként nézzél rá, vagy sehogy ne nézzél rá. Na most észveszejtő. Hát maga Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, e világ világossága. Maga Jézus mondja, aki a nappal jár, a nap útján jár, nem botlik meg. De aki éjszaka jár a sötétbe, az megbotlik. Szól justícii, igazság napja, mikor van a születési napja? Téli napfordulót követő harmadikról negyedikre virradó éjszaka. Mikor van a feltámadásnak az ünnepe? Tavaszi napi egyenlőséget követő telihold utáni vasárnap. Hát gondoljuk végig, semmi nincs kihagyva. Szűz Mária holdsarlónál napba öltözik, és csillagból van a koronája. Hát ezek nem jelképes toposzok. Hát min áldogáljon, teknős békán vagy holdsarlón, akkor jobb lesz a holdsarló. Hát nőnek van havi ciklusa, hold, holdütemezése, és szüzességet visszaigazol az, hogyha megindul. Tehát Szűz Máriáról van szó. Tehát annyi mindent, de hogy mondjam, valóban egyetemes módon lehetne látni, de mi történik? Beszűkült. A helyszűkét nem tűrhette tovább a hétfejedelmi személy. Tehát ha lesz hét fejedelmi személy, aki ezt a helyszűkét, tehát azt, hogy beszűkül minden lehetőség, és ezen változtatni akar, végül is a gyógymód és az útvonal terv az megvan. Na most az rendben van, hogy mennek a temetési szertartások Kálmán király idejéig.
Most ez nem jelenti azt, hogy utána nem mennek, de gondoljuk végig, hogy a régészet nem tud kimutatni Szent Istvánnál törést. Akkor miről ez a hisztis Szent István kép? Jöttek be az idegenek, hódítottak, térítettek, kereszteltek, kultúrát vetettek, szegény Koppányt pedig kizavarták. Hát nézte István is Koppány a rockoperát, és kedvet kaptak, hogy így oldják meg a konfliktust. Tehát ha elmegy Könyves Kálmán idejéig, 1080-as évek, de 90-es évek, bocsánat, 1077-től 95-ig uralkodik, ez a Szent László király. Tehát gondoljuk végig, teljes 11. századot kitöltik. Azt nem mondhatja senki, hogy latin keresztény papok részleges lovas temetkezésbe helyezik a örök nyugalom útjára indult. Tehát teljes papi, hogy úgy mondjam, szertartásrend jelen van. És mi okozza a változást? Majd a 12. században a lóval valami történik. Nem a sírba küldik be a gazdájával, hanem a hófehér, felnyergelt, felkantározott lovat, de melyiket? Egy, amelyiken még nem ült senki. Vagy tényleg a legkedvesebb lova volt az elhunytnak, és még jó erőben van az aló. De mindig felnyergelve, felkantározva beadják a templomba. És a papoknak van egy nagy kötelességük. Ezt a lovat munkára nem használhatják. Ezt a lovat tartani lehet. Nem fogjuk elhinni, én magam olvastam ilyen vastag könyv, Zsigmond király lovagjáról szól, aki lengyel származású, természetesen a szlovák történeti írás lengyel-szlováknak tekinti, kimondva, kimondatlanul. És magyarul megjelen, nyilván a szlovák történésznő az tudott magyarul, de megvan a szlovák mű, amiből le lett fordítva. És miért kell így bevezetni? Mert nálunk Zolnai László van olyan, ugye? Régész történész volt. Rajta kívül senki nem pendítette meg a lovas temetkezést. Senki nem pendítette meg. Gondoljuk végig. Hát egy Györfi Györgytől nyilván nem vár, Kristó Gyulától nem lehetett ilyet várni. Zolnainak széles volt a műveltsége, joviális volt, tényleg tájékozott volt. Ez műveiben néha azért ellenőrizetlen adatok kerülnek egymás mellé, mert annyira nagy a műveltsége, hogy a bőség zavarában adatok összekeverednek. Ez kétségtelen gyengéje a műveinek, de legalább leírja, hogy van egy ilyen sajátosság. A szlovák történésznő, aki Zsigmond korát tárgyalja, könyvét lefordítják magyarra, így ír róla. Mint tudjuk. Mint tudjuk. Kik? Kik tudják ezt? Magyarországon a fehér ló kultuszának van egy érdekes keresztény változata. Az ősi fehér ló kultusznak. Na most itt vannak a problémák. Ha már egy szlovák történésznő így írogat róla, hogy mint tudjuk, itt pedig és mindenhol pedig nézünk, mint Jani a filmszínházban, mert nem tudjuk, akkor mi az, ami meg fogja tudás szintjén tartani ezt a hazát? Hát gyakorlatilag kipörög alulunk minden érték. És mi úgy kapunk vissza a dolgokat, hogy ez babonaság, külföldi szerző pedig úgy ír róla, hogy ez egy titokzatos, rendkívüli. Erről mindenki tud. És egy valakit mindig leválasztanak erről a minőségről. A visszatérő Jézus, mint tudjuk. Minek a hátán jelenik meg? Nem én írtam a jelenések könyvét. Fehér ló hátán, mint tudjuk. Tehát bizony, amikor arról van szó, hogy pogány szokás szerint áldoztak fehér lovat, fel kell tenni a kérdést. Miért van nem pogány szokás szerinti lóáldozat? És bizony úgy tűnik, hogy ha nem is egészen ez a fő csapás irány, de számolni kell ezekkel a lehetőségekkel. Mert valaki külön nem hangsúlyozza azt ilyen esetben, ami triviális kell, hogy legyen, hogy ez csak ott van.
De ha ennyire hangsúlyozza, Szent László törvényeiből idézek, már túlléptük, ez lesz az utolsó mondat, törvényeiből idézek. Aki fáknál, köveknél, forrásoknál pogány szokás szerint áldozatot mutat be, na most kitiltják őt a világból? Egy ökörrel áldozzon. Na most a legtöbb Mária jelenés mind a mai napig hol történik? Fánál, kőnél, forrásnál. Tehát nem betiltásról van szó Szent László törvényében, hanem a szent hely ott van. Forrás, fa, kő. És azt mondja, aki viszont pogány szokás szerint akar a szent helyen áldozatot bemutatni, az olyan, mint a vámot kéne fizetnie. Az egy ökröt áldozzon. Na most ez egy közösség életében, egy ökör, a korabeli Magyarországon, az egy megfizethetetlen, vagy hát bármikor összedobjuk. Három részre van szakadva az ország, és a hajduk a gúját hajtják ki nyugatra. Világos? Tehát a három részre szakadt Magyarország életéért küzd, és közben élelmezi Európát. Tehát egy ilyen bőség vonatkozásában egy ökör, gondolom, hát ökör az, aki arra gondol, hogy itt tiltások vannak. Itt szabálymódosítások vannak. És miért? És képzeljük el egy ilyen látomásos helyen, oda megy a barátunk, és azt mondja, üdvözlégy, tündér szép Ilona. És mondja neki az égi jelenséges úrasszony, ne haragudj, nem tündér Ilona vagyok, hanem Szűz Mária. Erre jön a válasz. Üdvözlégy, tündér szép Ilona. Tehát, hogy érthető legyen, nem a helyek változnak meg, hanem a szertartási szabályok, miért? Mert más kozmikus helyzetbe kerültünk át, érdemleges módon ez szűz halak tengely kozmikus szabályaihoz fognak hozzáigazodni. Ennyi. És ha valaki síratja a mi múltunkat, akkor sírassa a belső ázsiai rokonnépek múltját. Hát iszlám vallásra tértek át. Tehát megint csak gondoljuk végig. Hát mire jön a mi Szent Istvánunk? A legtöbb keleti testvérnép áttért az iszlám hitére. Tehát kivel lesz baj? Szent Istvánnal. Mert betiltotta, kitiltotta, meg eltiltotta. És Dümmer Dezső gyönyörű szépen leírja, hogy a Habsburg évszázadok olyan aknamunkát végeztek a magyar történelem meghamisítás útján, hogy azt el nem tudjuk képzelni. És gondoljuk végig, Dümmer Dezső még a 70-es években leírja. Ma már nincs a hivatalos történetírók közül olyan, aki ezt leírná. Hanem éljenek a Habsburgok, szép új világ Habsburgokkal. Habsburgok jót akartak nekünk, Habsburgok ide kultúrát hoztak. Csak 30-40 év alatt ennyit változott az utóbbi időben. Na az utolsó, azt nem kerüljük el, tudom, már szédelgünk, esünk, jövünk, megyünk, de ha így alakult, akkor az utolsó szó jogán még valamit el kell feltétlenül mondani. És ezzel tulajdonképpen le is lehet zárni az első egységet, és mintha ez a tarccal, ez megint csak kilép abból azzal, hogy hárman lovagolunk együtt szerepkörből, ont ketel, tehát erről már volt szó, visszabocsájtja Árpád vezérhez. Visszabocsájtja Árpád vezérhez, és most kapaszkodjunk meg, és a föld alkalmas voltáról hírt hoz. Na most lovat áldoznak. Miért? A lóval, vagyis nyilas tulajdonságokkal mundán asztrológia melyik országot, melyik népet jelöli? Magyarországot, magyar népet jelöli, és ráadásul hirtelen a Ptolemaiosz leírja a maga csillagászati munkájában Jézus születése utáni második évszázadban, hogy melyik csillagképek, melyik földi tájakra gyakorolnak hatást. Pannonia, nem fogjuk elhinni. A nyilas csillagkép befolyása alatt áll. Tehát ez mit jelent?
hát ha hazajött a tejút népe, mert ez tényleg az, ennek a minőségnek az országába, amelyiket a mundán asztrológiai hagyomány ókor óta ezzel az állatövi egy tulajdonsággal, akkor nem szüzet fognak áldozni, hanem nem mérleget fognak áldozni, nem rákot fognak áldozni, nem bikát fognak áldozni, nem kost fognak áldozni, nem kakast fognak áldozni, lovat fognak áldozni. És semmi kivetni való nincsen. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kozmikus ritmus vonatkozásában is a táj ritmusát, ritmusképletét felveszik.